Na és akkor most jön az, hogy keresztre leszek feszítve. Ja. Szevasztok srácok, én Jan vagyok, ez pedig itt a Fülelő. Hát szóval, tudom, kurva sokan kértétek, régen jelent meg, végre eljutottam idáig, zárójel bezárva. És ha teljesen őszinte akarok lenni, akkor nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy akartam beszélni az új Imminence lemezről. Egész pontosan azért nem, mert nekem egy picit csalódás. És akkor most tegyük félre azokat, hogy minden, ami Imminence, az 10/100 pontos, minden, ami Imminence, azt imádni kell csukott füllel és csukott szemmel is, és ezeket most mind tegyük félre. És nagyon-nagyon sok helyen olvastam azt, hogy hatalmasat léptek előre a srácok, és hogy bebetonozták magukat ezzel a lemezzel a metalcore-nak az élvonalába, és hogy ez a Violin Core nevezetű stílus gyakorlatilag nem az, hogy megteremtették, de hogy kisajátították. És vannak ebbe igazságok. A violin, hegedűnek a használata, az tényleg olyan szintre van járatva, amit nagyon más zenekar, most a Yellowcardot ne vegyük ide, mert az egy teljesen más műfaj, meg Lindsay Stirlinget, meg ilyen dolgokat, tehát egy metálos vonalakon meg az apokaliptikát sem, mert ott meg ugye csak erre mennek rá. Akkor mégis van egy csomó minden. Na, valóban eléggé unikális az, amit az Imminence képvisel, és erre rárakódik még maga Eddie Bergnek a személyisége és hangi adottságai, ami viszont nagyon kevés helyen van kiemelve, viszont a csávó tényleg szintet lépett. Ezt hozzátenném, ugyanis ezek a Sam Carteri tonális screamelések, amik szinte felváltották a tiszta refréneknek a helyét, és akkor itt most nagyon sokan vontak már ugye párhuzamot a Holy Hell-es trilógiájával az Architectsnek, a Holy Hell-lel bezárólagos a Lost Forever, Lost Together, az All Our Gods Have Abandoned Us, meg a Holy Hell-es triumvirátussal, hogy azon a mesdjén halad tovább az Imminence, és egyébként ebben is van valami, ha már csak az nem, hogy a Heaven in Hiding-nak a szomorú és tragikus történetét viszi úgy tovább, hogy már nekem egyébként egy kicsit talán unalmas is lesz, mert én ebben már nem láttam akkora sztorit, mint amit az előző lemezbe például beleláttam. És én talán azt gondolom, hogy ennek itt kéne, hogy legyen a vége ennek a haláltörténetnek, mert hogy már nincsen nagyon hova tovább innen. Jó, az Alessandrától tudjuk, hogy dehogy nem, mindig lehet még tovább vinni, meg a Marvelnél is tudjuk, hogy a halál nem a vég, jó, oké, hagyjuk ezeket, de lényeg a lényeg, hogy én ezt annyira nem éreztem erősnek. És ugyanúgy nem éreztem annyira erősnek a dalokat sem magukat, mint amennyire erős volt az előző lemez. És lehet, hogy ebben közrejátszik egyébként az, hogy én ezeket a lassabb, dúmosabb cuccokat annyira nem szeretem, és sokkal jobban szeretem, amikor odavernek és pörögnek rendesen. Egyébként a lemez baromi erősen indít. Tehát a három szingli dallal, ugye a Come Hell or High Water, Desolation és Heaven Shall Burn, iszonyatosan erős, és én még oda tenném egyébként. Nem, nem is így fogalmazom meg, hogy erősen kezd a lemez, erős a lemez, végig erős, tehát hogy amit vokálisan művel Eddie, az valami szenzációs. Amit a zenészek hoznak, egyébként nekem a Blaster és a második dalba kicsit olyan volt, hogy így mint egy kicsit pontatlan lenne, de aztán biztos, hogy nem az, mert hát nyilván nem, majd erről BB-t egyszer megkérdezzük, de megmondom őszintén, a zenészektől olyan hatalmas, kirívó dolgokat én kurvára nem hallok, ami mondjuk, tehát például az előző lemezen ugye folyamatosan ment egy dallamgitár, azok most eltűntek egy kicsit. Az viszont baromi jó volt az első 2-3 dalba, hogy a hegedűt végre nem a szomorkás a hangulaton végéről fogta meg az Eddie Berg, hanem egy kicsit ilyen Einstein-killes, ilyen horroros, fenyegetős hangokat csikart ki belőle, és én azt nagyon adtam volna, hogyha végig tudja tartani, de az az igazság, hogy látatlanba borítékoltam, hogy nem így lesz ez, és hát végül is ugye igazam lett, ami nekem egy kicsit felbillenti az egésznek, tehát egyrészt kurva hosszú a lemez. 12 dal 51 perc pluszban, ami egyébként lehetne jó, meg tartalmas, meg mit tudom én, de nem érzem azt, hogy az átvezetőkben 2,5-3 percek vannak. Főleg úgy egyébként, hogy az első felébe a lemeznek egyáltalán nincs átvezető, míg a második részében 3. Tehát konkrétan, mint a Titanic így. Kilóg a fara. A súlyosság az a lemez elején van, egész egyszerűen, és elbillen az egész. Nekem ez volt az érzésem a lemezzel kapcsolatban, nem volt annyira jól kibalanszolva, mint az előző. Aztán a címadó dal baromi erős, de még mindig nem egy Heaven in Hiding. Tehát, hogy is fogalmazzam meg? Léptek előre, csak abba az irányba, ami nekem annyira nem gyere be. Ha ez így valamilyen szinten eltalálja azt, amire gondolok. Látszik az, hogy tényleg egybe van az egész, és folyamatosan ez a black, ez ilyen visszatérő elem, ugye, és az első daltól az utolsó, hát utolsó előttig, mert ugye a Le Noir, az már szintén csak egy ilyen hegedás levezető, de hogy tényleg látszik ez, hogy fel lett építve, és ki lett dolgozva, és tényleg faszadolgok vannak benne, de én kicsit azt érzem, hogy Heaven in Hiding 1.2. Tehát, hogy ha már az Architects-et az elején ide citáltuk, akkor citáljuk ide most is, hogy ha azt mondták az All Our Gods lemezre, hogy az elefelté, vagy LTE? Melyik az? Elefelté szerintem, Lost Forever, Lost Together. Fordítva mondom, bocsánat, világéletemben valamiért fordítva mondtam, és most már nem tudom, melyik az eredeti. Na, szóval az a lényeg, hogy arra is ugye azt mondták, hogy az elefeltének egy ilyen kiterjesztett változata, és a Holy Hell volt az, ami megkoronázta az egészet, és szerintem az volt a következő lépcsőfok, és a középső lemez a triumvirátusból meg egy ilyen fél lépcsőfok. És kívánom egyébként az Imminence-nek, hogy náluk is így legyen, csak egész egyszerűen még nem látom azt, hogy innen mi lesz az a lépcsőfok, amit meg tudnak majd úgy ugrani, mint ahogy az Architects megugrotta a Holy Hell-lel. Úgyhogy ezer bocs gyerekek, hogy én most nem álltam be a fanfárok, meg pompomlányok mögé, és nem szemellenzővel imádtam az új Imminence lemezt. Kurva erős, vokálisan, amit az Eddie leművel, az valami eszméletlen. És tényleg, hogyha arról van szó, hogy ők a legjobb Violin Core zenekar, akkor aláírom. Ha arról van szó, hogy nekik van az egyik legjobb énekesük a szférában, azt is aláírom. Viszont, hogy ők írták-e a legjobb lemezt ebben a stílusban, ebben a metal, itt most ne a Violin Core-t, hanem metal Core-t vegyük, akkor viszont még nem vagyok benne biztos. Mert nálam például így a Like Moths to Flames is erősebb volt. Ja, és egyébként innen is, ha Radó kolléga ezt véletlenül megnézi, akkor nagyon fáj, amit letetszett írni, hogy a Like Moths to Flames egy sablon B-vonalas zenekar. Ez nagyon fáj. A többivel egyébként egyet értettem, de a Like Moths to Flames-el nem értek egyet. Na mindegy, gyerekek! Most így zárójelben ennyi lenne így a véleményem az Imminence-nek a legfrissebb lemezéről. Ettől függetlenül nyilvánvaló, hogy a koncerten ottali, mert élőben viszont látni kell a srácokat, mert múltkor az analógba is akkor átmentek, hogy a fal alig állította meg őket. Úgyhogy ha más nem, akkor ott élőben mindenképpen ottali, és én várom a következőt, és nagyon remélem, hogy ez egy fokkal még jobb lesz. Írjátok meg, hogy ti hogy gondoljátok. Aztán legközelebb, Tali. Ciao, ciao.